Tegnap reggel a Mokka vendége volt Hujber Ferenc, aki azt állította, hogy Jézus színész volt, és nem ő, hanem egy 10 éves kisfiú halt meg. A színész több megdöbbentő kijelentést is tett, tehát itt folytatjuk vele. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát tegnap azt mondtad, hogy nincs elég időnk arra, hogy kifejtsd pontosan ezt, és elkezdtük, és megígértük neked, hogy onnan folytatjuk. Hogy folytatódik a történet? Mi lesz a 10 éves kisfiúval? Nem kérdezitek meg, mi volt este? Olyan... Szeretnéd, hogy megkérdezzük? Hát nagyon szeretném. Mi volt este, Feri? Képzeljétek el, egész éjszaka haláztam a Facebookon. Akik bejelöltek, azokat visszajelöltem. És nagyon vicces dolgok történtek. Például egyszer csak elkezdtek szép sorban eltűnni a kommentek, és megjelentek a lájkok. Csak a lájkok. Nem tudom. Nem azt mondtad, hogy nem olvasol kommenteket? Nem. Az, hogy jött egy kommented, az megjelenik egy csíkban. Uh-huh. Nem olvasod el? Ilyen egyszerű. Tehát ott van egy értesítés, a föld gömbön kell nézni, uh-huh. És ott van az értesítés. De nagyon-nagyon egészen elképesztő volt. Tehát végre a Facebook elkezdett úgy működni, ahogy kéne. Szegény pénzt látom. Jó, látom, mindenki egy dologra kíváncsi. Rendben. Folytassuk. Eszközöket keresem most? Nem, de hogy is. Üldögélek. Azt állítom, hogy Orbán Viktor Magyarország királya. Boldizsár. Na várjunk, ott tartottunk, hogy leereszkedett a rámpa, és a kisfiú megsérült, majd meg. Boldizsár a Szerecsen király. Az első király, Szent István, menyhért, a te választásod, hogy árt vagy ért. Az az első király, azért egy... Mert az egy visszatér önmagába, egyszer egy az egy. Politikát hozol bele, akkor nem politikát hozom, semmilyen politikát nem hozok bele, semmilyen politikát nem hozok bele. Azt állítom, hogy az igazi király, a fehér király és a fekete királynak valakije. A harmadik király, aki megváltozott a hitben, vagyis az ittben. Ki lehet az? Érdekes, mert nem biztos, mondjuk a hit, az itt, az mondjuk, hogyha angolul nézzük, vagy németül, lehet akkor hasonlóképpen a nagrammásan kiválasztható belőle. Ki lehet az? De ez egészen máshonnan indulunk most, mint ahol tegnap abba hagytuk, ugye azt tudod, tehát ott volt szó egy egyetlen 10 éves lényeges kisfiúról. Kérdés van, ki az igazi magyar király? Szerintem a Jézus kérdéshez térjünk vissza, amit tegnap elkezdtél, és most erre szerintem ne keressük a választ. Magában mindenki kiválasztotta, vagy illetve, jó, semmi gond. Annyit folytatnék, átjövök ide. Igen, de most miért? Ezt kérlek, majd hogy magyarázz el. Semmi gond. Egyik oldal, másik oldal. Isteni. Tegnap engem folyamatosan támadtak az interneten, hogy jeleztem számodra, hogy mennyi idő van hátra. Csak azért mondom, hogy itt a ficánkolással is sok idő elmegy. Igen. Nagyon gyorsan mondom, és nem is akarok. De csak oda szemed egy pillanatra. Ez a lényeg. Az előbbi volt a fontos, ez a lényeg. Én becsukom a szemem, de megígéretem, megígérem, hogy nem bántalak, semmi nem fog történni. Majd megvédelek, ne aggódj. Köszönöm, Péterné. Becsuktam. Oké. Okay. Képzel egy víziót, mondjuk Eurovízió. Képzeld el. Pápai Jocsi. Abszolút, képzeld el. Képzeld el azt, hogy elhangzik, hogy ladies and gentlemen, world hungry. És elkezdődik valami. Megindul egy hang. Milyen hülyeség. Elkezdődik valami. Hangolás, elindulnak azok, feljön hátul a fény, ott van a 17 darab ember, aki eddig ott volt az Eurovízión. Mondatokat suttognak a dalaikból, hangolnak. Egyszer csak megszólal, mondjuk Majka, azt mondja, hogy elmondok nektek egy történetet, tesó. A világ történetét, az igazi történetet. Figyelj! Most megint belekezdtünk, ne haragudj, egy másik történetbe, borázsolunk. És tegnap is belekezdtünk. Ezt a két fontos történetet, mind a kettőt komolyan gondolod egyébként? Szép lassan feljön elől a fény, Feri, és ott ül Paja Bea és Mező Misi egy gyerekkel. Mögöttük Totova, a föld anyja, a magyar anya, a megváltott anya. Ezeket előre... És utána pedig a végén ott van, feljön a fény, és... Pápai Jocsi megjelenik gyerekekkel, a saját gyerekeivel, és elénekli az Origó című számot, az eredetet. Szerinted mi fog történni? Szerinted mi fog... Te ezt komolyan beszélsz most szerinted erről? Szerinted mi fog történni? Vagy ne a füledbe hallgass, valaminek a füledben a hatása alatt, mi fog szerinted történni? Fogalmam sincs, Feri, mi fog történni. Te tudod, mi fog történni? A világ összes magyar embere felébred. De tudod, hogy mi történik? Igen. Az fog történni.
Te figyelj csak, itt egy csomóan írták a neten, hogy ez média hack, amit csinálsz, vagy hogy nem voltál teljesen tiszta, mivel én ugye téged nem vádolhatlak meg, de azért ezek kérdések is felmerülnek. Most fogtam veled kezet, neked puszit adtam. Van alkohol szagom, vagy fű, vagy valami? Nincs semmilyen szagod, nem éreztünk semmilyen szagot. De azért mégiscsak te is elismerheted, hogy elképesztő dolgokat mondasz, és elképesztő történetekbe kezdesz bele, amiben te lehet, hogy hiszel, de mondjuk lehet, hogy keresztény embereket bántasz meg például ezzel. Olyan emberekről beszélsz, akiket nem ismersz, meg olyan emberekről beszélek, akik engem tegnap lájkkal jelöltek meg. Olyan szinten, és annyira... Ferikém, megint mikrofon problémák vannak, mert leesett a sok ficánkolásban. Hát tudom, a lényeket már voltam. Látod, nem bírsz egy helyben. Annyit szeretnék még elmondani, hogy tudom, hogy holnap március 15-e van, de nagyon szeretnék beszélni a gyerekekről és az anyákról, úgyhogy ha valahol valaki esetleg befogad, akkor borzasztóan szívesen beszélgetünk. Igen, ez egy új, új darab lesz, nem? Nem lesz új darab. Hát illetve de egy baromi új darab lesz. De akkor mi ez, amiről most beszélsz? Miért kezdted el ezeket a történeteket? Hova visz ez? Nem tudom, mert most már tényleg csak szórakozom. Ez olyan, mint egy... Szórakozol. Ez egy média hack részedről. Te mondd el. Nem, te mondd el. De hát, ha szórakozol, akkor szerintem köszönjük szépen. Én köszönöm, voltál. Én is köszönöm. És sok sikert a valami Amerikához, mert ugye az forgatódik, és abban leszel, és az karácsonyban valamikor bemutatódik. Nem tudom, mert néznek holnap az Indexen csörgősipkával a fejemen, és az eljön. Bocsánat. Sziasztok. Szia.